Sziasztok! Tegnap este az Electronic Arts bemutatta a Star Wars Squadrons című játékot, ami ezúttal csak és kizárólag a Csillagok háborúja űrcsatáira fog fókuszálni, és az egész játék elejétől a végéig játszható lesz VR-ban. Számomra ez a legizgalmasabb videójáték bejelentés az egész generációban. Amikor megjelent a Star Wars Battlefronthoz az a 20 perces VR demo misszió, és amikor azt először kipróbáltam, az számomra egy olyan elemi erejű, meghatározó videójáték élmény volt, hogy nem is tudom szavakba önteni, egy gyerekkori álmom vált valóra azáltal, hogy benne ülhettem ténylegesen egy X-szárnyú vadászban, és körbenézhettem, és vezethettem, és minden egyes kis ketyerét meg lehetett fogdosni, egyszerűen szenzációs volt az egész, és egyből azt mondtam, amint levettem a sisakot a fejemről, hogy ebből egy teljes értékű játékot szeretnék. Most azonnal csinálnak egy ilyen játékot! Azonnal! Most! Akarom! És évekig semmit nem hallottunk erről, már teljesen letettem róla, hogy valaha elkészül ez a játék, és most az Electronic Arts felfedte, hogy megcsinálják. Wow! Nem tudom elmondani, hogy mennyire örülök ennek, de leginkább annak, hogy a VR supportot is PC-n is és PSVR-on is megcsinálják. Úgyhogy ennek megünnepléseként szeretném veletek megosztani az első VR élményeim egyikét, azt, amikor először végigjátszottam ezt a VR demót, és olyan gyermeki örömöt váltott ki az, hogy benne ülök az X-szárnyú vadászban, hogy majd látni fogjátok, hát totálisan kész voltam. Úgyhogy nagyon várom a játék megjelenését, október 2-án fog megjelenni a játék, és ha minden igaz, akkor június 18-án, ezen a héten csütörtökön egy játékmenet bemutatót is fogunk kapni. Úgyhogy én nagyon izgatott vagyok, igazából nem akarok sokat ettől a játéktól, tényleg csak azt, hogy amit ez a VR demo tudott, abból még többet, és hogyha ezt tudja az a játék, akkor én már bőven elégedett leszek, és ez egy hatalmas nagy dolog egyébként a VR-nak is, mert ilyen játékokat kell csinálni VR-ban, ilyen dolgokat akarnak az emberek átélni VR-ban, úgyhogy le a kalappal az Electronic Arts előtt, hogy bemerte vállalni a VR supportot, ami még nagyon költséges megcsinálni, meg viszonylag még mindig egy szűk réteg tudja csak élvezni, de pont az ilyen játékokkal lehet bevonzani az új embereket, az új vásárlókat. Rengeteg embertől olvastam a neten az elmúlt egy napban, hogy na most jött el az a pillanat, hogy akkor veszek egy VR headsetet, mert lesz ez a játék. Úgyhogy ez egy zseniális húzás volt az EA-től, remélem, hogy anyagilag is sikeres lesz a játék, és remélem, hogy jó lesz a játék. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, tartsatok velem egy kis VR X-árnyú repülésre. Jó szórakozást! Na, menj már! Ne! Baszki! Azt a kurva! Itt egy AT-AT lépegető! Wow! Öcsém! Wow! Baszki! Te jó Isten! Hát, hallod, csak ez a legjobb. Na ne! Mögötte nincs semmi. Nem már, hallod? Ez mennyire durva. Azt a kurva élet. Hát ilyen nincs. Ilyen nincs. Wow! Eszméletlen! Wow! Ezt ki kell próbálnod, ez valami elképesztő. És az a durva, az a nagyon durva, hogy hallom a izémat, hallod? Víz hangzik, itt vagyok benne a hangárban, és a saját hangom víz hangzik. Nagyon durva! Nem már!
Na jó, hát ez valami elképesztő. Hello! Baszki! Wow! Azt a mindenit! Ne! Bele fogok ülni, ahol bele kerüljek. Ula! Ó, baszki! Nem hiszed el! Hát ez kész! Baszd meg! Nem hiszem el! És a kis gombocskák még minden, meg lehet nyomkorászni, hallod, nem hiszed el. Itt van a joystick. Melyik a izé? A célzó komputer? Ja, várja, én nem akarom. Melyik a... Várja, melyik a célzó komputer? Hát ez kurva jó. Melyik gomba izé? Rá kell jöjjek. Nem akarom indítani. Tudja, hogy valahogy be tudom kapcsolni a izét. Ugye? Yes! Stay on target! Hát ez kész! Kész, én ezzel nem vagyok másfél órán keresztül, hallod? Csak ki benyitogatod a célzatot. Nekem semmi egyéb nem nincs szükségem ilyettől kezdve. Use the force, look. Let go, look. Na jó! Hát ezt gyerekek. Azt a kurva. Jaj. Úristen. Nem hiszed el. Semmelyik másik játékban nem volt ennyire fasz a grafika. Igen. Yes, the landing coordinates. Itt van, itt. Yes, nem, I'm sure I entered them correctly. Azt a kurva élet. Where are they? Bazeg. Wow. Wow. Red flight, report in. Red 2 standing by. Red 3 standing by. Oh. Red Force, stand by. What's it, US? Guess the rookie punched the platform. Okay. S4 is in the tech position. Red flight, take up an escort pattern around the fleet. Stay close. Hát, úristen. I guess I did punch the button literally. Hey, don't sweat it. This is a blue milk run. Wow. My first time out, I didn't know an S foil from a nose cone. You're already in better shape than that. Just keep it together. Thanks. I'll be fine. Good. Because this mission could still get wow. S4-os. Hogy kapcsolom be az S4-os? Red flag. We're receiving a priority transmission from the Wolbani system. We're patching it through. Calling all regular lines. Azt a mindenit. K2SO on behalf of Extraction Team Bravo. We have encountered a setback. Hát ez kész. Teljes nerdgazom van. Semmit nem hallok úgy amúgy. Ez folyam az in a tech position. We all heard it, Admiral. Red flight, prepare to receive coordinates. That is one of General Draven's ships. That means it has enormous significance to the rebellion, but...
Asztal! Kész. Boldogan halok meg. Egy X-el nyugon ülök, baszki. Ezt nem lehet elmondani. Nem van a királyom tájvadászban? Hogy van ez? Tájvadászban nem van a királyom? Nem tudom, nem. Még talán a sólyommal lehetne ügyrelni ezt, de már nem nagyon. Új, jump to life speed van, baszki. Fú. Majd jövőre kapcsolom a szárnyakat. Oké. Red 5 standing by. Sure. We can handle this. Na, gyerünk, gyerekek! Azt a mindenit? Ízd a tenyerem, hallod? Teljesen ízd a tenyerem. What? Whoa! All right, people, here dude. We go. Lock S foils in attack position. What's the plan with these? Copy that, commander. Blast the small ones and the big ones. Okay. Try not to get in their way and keep your eyes open for that U-wing. Yes. Azok a hangok, te! Úristen! Itt van a motor, minden! Ott van a kis R2-es egység! Gyerekek! Vissza kell kapcsolom a célzó komputer! Wow! Asztal! Oh shit! Azt a kurva engem! Jó, kapcsolom inkább! Kész. Nekem végem van. Ezért megérte megvenni, komolyan mondom. Csak ezért. Wow. Oh. Red 2, what did I say to do with the small ass? Don't even start. D6, looks like we're trailing smoke. És hallom, hogy a kis szikladarabkák becsapódnak az izén a házán a gépnek. Nem hiszed el, hallod? Elképesztő. Megsérült a gép. Imminent collision. Azt kurva! Ho-ho-ho-ho! Aszteroidák! Annak az esélye, hogy sikeresen navigáljunk egy aszteroida vezérben 1 a 4 milliárd 22 millió. Activate boost. Hú, baszki! Hú-hú-hú-hú! Hú, bassz meg! Azt a kurva! Jó. Hey, what I tell you? This one. Sure we didn't get clipped back there, Lou, too. Nem hiszem el. Ah. Wow. Okay. Rendben, csak szépen, finoman. Ez az. Wow, és itt az egész aszteroida öv, látszik az egész. Red leader, I have eyes on the U-wing. Copy that, Red 3, opening comms. Hol van? Jó, ott van. Are you listening? De jó, K2SO. My name is K2SO. I am authorized to represent this vessel. We have encountered a minor technical setback. We got the SOS, K2. Wow. What have you got on board and what do you need from us? We have a priority one person of interest that we must deliver safely back to Yavin 4. Our navigation computer is down and our wings are locked in fighting position. Hyperspace will be impossible until they are repaired. Erre nincsen egy szava, komolyan mondom. Na, tényleg, ez... Ez az, amire vágytam én igazából mindig is, hogy egyszer valami ilyesmit átéljek. Admiral, this is Red Leader. Extraction Team Bravo is still in one piece, but the Empire could arrive any minute. Ajaj. I'm requesting support and offload for the extraction team if it becomes necessary. Good news, Red Leader. Base 1 is sending the blockade runner Vigilant to help you with the recovery effort.
Teljesen jó, abszolút nem zavaró a mozgás. Nagyon jó. Tök jó az irányítás. Oké. So, this kind of thing happens almost every day. Eszméletlen. You know, every day, more or less. Just stay close to that U-wing and remain in attack position. Megpróbálok mellé repülni. Wow! Azt... Bassza mindenit! Jézusom! Yes! Got one! Whoa! Yes! Rátapadtak! Hol vannak? Mi a baj? Most már semmi! Most már semmi! Azt a mindenit! Meg vagy! Ez az! Nem értem! Ajjajjajjaj! Úristen, annyiban már élete! Eltaláltak! Eltúl, segíts! Gyerünk! Ez az! Hú, basszus, nem védtem meg a gépet. Balra! Gyerünk! Itt van! Ez az! Hú! Mi van? Ez valami elképesztő. Úristen! Hallod, ezt ki kell próbálnod. Skyfra nem tudtok venni? Ez valami baszott jó. Ez kész. Na, egy. Nem mentek be a Skyfra? Hogy van egy? Skyfra nem mentettek be a Skyfra? Nem tudom. Roger that, Red Leader. Bravo 1, head on over for immediate documentation. Whoa! Suck! This is Red Leader. Take evasive action. We'll cover you. Negative Red Flag. We'll honor Jézusom! Jézusom! Bravo team is caught in a tractor. Gyorsan, menjünk innen! Gyerünk! Three more fighters coming in. Hold on. You gotta get back in there. How's it coming, Lou? Lou, you did it. As us. Woo! This is Red 4 back. Get in. Glad to hear it, Red 4. Red Flight accelerates your attack speed. We're staying. Still got a job to do, Red 2. As us. Okay. Gyerünk! Oh! Ez az! Let's see if we can. Gyerünk! If you're
our heavily damaged ship to empower the engine. Wow! Úristen! Berepülök! Yes! Whoa! Great shooting! Gyerünk, gyerünk! Ez az! Great shooting! Megyek, megyek, megyek! Tarts ki! Gyerünk! Gyerünk! Gyerünk, gyerünk! Nem, 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 nem! Ez az! Megvagy? Mizu! Mizu! Itt van Ivy! Hajjó! Éppen legőrült! Ez az! Megpárjuk is! Ez az! Úristen! Gyerünk! Standing by. Hát ez kész, gyerekek. Csinálnak egy ilyen játékot. Azonnal. Most. Akarom. Úristen, ez kurva jó volt. Ádám, ezt próbált kihozni. Megőrülsz. Azt a kurva jelentve. Látom, rend is leizzadt. Olyan köszönöm, hogy itt van. Nem tudom, hogy éjszakás műszakban lenne. Jézusom. 20 perc, de... Azt az eget. Ez valami elképesztő. Több pályán is van, vagy csak nem, ennyi. Ennyi. De ennyi elég volt. Hát nagyon remélem, hogy ez azt jelenti, hogy a ti akar csinálni egy ilyen teljes játékot, mert... Van eszük? Hát ha van egy pici hangyafasznyi eszük, akkor csinálnak egy ilyet, mert úristen, ezt mindenki megvenné. Ez kurva jó volt. Ezt próbáld ki, most azonnal hallod. Igen, most azonnal. Eddig esküszöm neked, hogy bármit próbáltam ki, PSVR-on, vagy akármilyen más játékban, ez volt a legfaszább. Aha, kurva jó volt a grafika. Körülötted, ahogy meg van csinálva az X-Arena-nak a belseje, az valami egészen elképesztő. Ezt próbáld ki most. Most? Hallod? Ez kész volt. Hú.